Tamási van, egyelőre ideglenes helyen várják átmeneti otthonuk elkészültét a mentett kutyusok. Nemrégiben alakult meg a Tamási Állatvédő Egyesület egy maroknyi csapat, akik fáradhatatlanul mentik a bajba jutott állatokat, tudtuk meg Kovács Anett elnöktől. Egy jó pár éve üzzük már ezt a idézőjelben mondom ezt a fajta tevékenységet, és akkor tehát nyilván egy hivatalos formáját kellett választani ennek a történetnek. Ezért indult úgy ez a történet, hogy először is megalapítottuk az Egyesületet, és megkerestük Tamási Város önkormányzatát, hogy mi szeretnénk egy állatotthont létesíteni, ahol ideiglenesen elhelyezésre kerülnek ezek a mentett állatok. Tamási Város önkormányzata is a kezdeményezés mögé állta, valamikori állattartó telepet biztosította az Egyesület számára, hogy átalakítás után a gazdátan állatok itt lejjenek biztonságra, amíg felelős gazdákhoz kerülnek. A telepen nagyon sokat tennivaló, szükséges volt mindenhol a fertőtlenítésre, a falak újra emellett egyes helyiségek csempézésére, lapozására is sor került. A munkálatokat az Egyesület tagjai és önkéntesei végezték. A kötelező tagdíj nagy részét előre befizették, és ennek, valamint egy alapítványi propagálásnak köszönhetően sikerült elindulni a munkálatokkal, de még van tennivaló. Nagyon bízom benne, hogy egy pár héten belül még van egy helység, ahol, ahol elég komoly betonozást kell végrehajtani, és hogyha az a helység megvan, és be tudtuk nyújtani a kellő papírokat, ami ennek a működéséhez elengedhetetlen, akkor én nem, nem tartom esélytelennek, hogy akár egy pár héten belül ide mi le tudjunk költözni. A Tamási Állatvédő Egyesület fő célkitűzése a gazláton állatok problémájának térségi megoldása. Emellett fontos hangsúlyt fektetnek az ivartalanítás népszerűsítésére. A korábbi távlati terv az állatotthon hamarosan megvalósulni látszik, melyhez még kell a segítség. Húsz kutyának tudnak majd ezen a telephelyen ideglenes helyet biztosítani. Amikor...